Elkezdődött a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. A legfontosabb téma a háború. Napirenden szerepel az a javaslat, amely szerint az unió egy éven belül 1 millió lőszerrel látná el Ukrajnát. Magyarország álláspontja továbbra is az, hogy azonnali tűzszünet kell, és el kell kezdeni a béketárgyalásokat. A kormány szerint aggasztó, hogy a folyamatok nem a békés megoldás, hanem a háború kiszélesedése felé haladnak. Csütörtök délelőtt egymás után érkeztek az uniós állam és kormányfők a brüsszeli uniós csúcsra. Az esemény meghívójában Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, a legfőbb napirendi pontnak ismét az orosz-ukrán háborút nevezte meg. Majd azt írta, az Európai Unió célja, hogy a következő 12 hónapon belül 1 millió darab lőszerrel lássa el Ukrajnát. A kétnapos uniós csúcson ismét csatlakozik majd videokonferencia keretében a tagállami vezetőkhöz Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is. A közös uniós lőszerbeszerzést korábban több uniós vezető is üdvözölte. Az Európai Tanács válasza egyértelmű volt. Ukrajna továbbra is számíthat az Európai Unióra, mondta az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, de a német külügyminiszter is erről beszélt. Nem csak a szállításokra kell összpontosítanunk, amiket mi európaiak együtt tudunk koordinálni, hanem a közös gyártásra is, fogalmazott Annalena Baerbock. Tehát sok probléma van még. Ám szakértők arra világítanak rá, hogy ennyi lőszer beszerzése biztosan nem lesz egyszerű. A legnagyobb probléma pillanatnyilag ezzel a lőszerellátása kapcsolatban a kapacitás hiány. Hiszen úgy az Európai Unió országaiban, mind az Egyesült Államokban a klasszikus lövegekhez, 155 mm-es lövegekről beszélünk, ilyen lőszergyártásra ekkora volumenben már senki nem épített fel kapacitást, ezt újra kell építeni, ez hosszú-hosszú hónapokat vesz igénybe. Én azt gondolom, Földi László titkosszolgálati szakértő pedig az M1-en arról beszélt, minden egyes lőszer beszerzésével az Unió egyre jobban a háború részesévé válik. Az, hogy nem szállít, az a normális megoldás, mindenkinek ezt kellene tenni. Hiszen ha nincs lőszer, vagy az előbb beszélgettünk erről, akkor nem lehet folytatni a konfliktust, akkor le kell ülni tárgyalni. És egyedül a tárgyalás az, amely meg tud oldani problémákat. A lőszer, a fegyverek csak eszkalálni tudnak és gyilkolni tudnak. A kormány továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón úgy fogalmazott, aggodalomra ad okot, hogy nem a békés megoldás, hanem az eszkaláció irányába haladnak a folyamatok. Leszögezte, Magyarország a közös lőszerbeszerzésben részt vesz, de ebből nem küld Ukrajnába. Most egyenlőre egy közös uniós lőszerbeszerzés ről tárgyalunk, illetve ebben szeretnénk részt venni. Csoportos megrendelés ez gyakorlatilag egy 7 éves időszakra. Ez előnyös Magyarország számára abban az időszakban, amikor nagyon nehéz lőszerhez jutni. Könnyebben jutunk lőszerhez. Az ennek keretében vásárolt lőszereket csak a Magyar Honvédség fogja felhasználni. Itt nyilván lesznek olyan tagállamok, uniós tagállamok, amelyek az így vásárolt lőszerből a frontra is küldenek. Magyarország a lőszer beszerzésben részt vesz, de külföldre továbbra sem kíván fegyvereket, életkioltására alkalmas eszközöket küldeni. A hivatalos tájékoztatás szerint a csütörtök-pénteki EU csúcs napi rendjén az ukrajnai háború mellett gazdasági kérdések, az európai versenyképesség, a belső piac helyzete, valamint az energiaügyek szerepelnek. De sajtóhírek szerint a belső égésű motorok 2035-től történő uniós tiltásának ügye is napirendre kerülhet. Folytatjuk immár a helyszínről, Brüsszelből, az Európai Tanács épületében van Baracka Eszter. Eszter, mi várható a találkozón? Jó napot kívánok! Nagyon érdekes helyzet alakult ki, ugyanis van egy hivatalos napirend, és van egy nem hivatalos, de hát ez az, amit senki sem tud. Nagyon váratlan helyzetek alakulhatnak ki a mai nap folyamán, nagyon sok a lezáratlan kérdés, és azért nem tudni, hogy az állam és kormányfők végül is mit fognak majd beemelni a tárgyalásokba. Ott van például egy Macron-Scholz találkozó holnap reggel, és nagyon sokan tartanak attól, hogy a sérelmek miatt ez el fogja vinni a sót. Egyébként tavasz van, a tavaszi uniós csúcs hagyományosan a gazdasági kérdésekről szól. Mindig most is ezek lesznek a középpontban. A tagállamok vezetői arról fognak tárgyalni, hogy hogyan tehetnék versenyképesebbé az európai gazdaságot. Egyrészt Kína többszörös monopól helyzetével szemben, másrészt az amerikai piacvédő intézkedésekkel szemben. És itt egy nagyon fontos magyar szempont is szóba fog kerülni, a demográfia kérdése. Úgy tudjuk, hogy ez egyébként a záró dokumentum tervezetében is szerepel. Magyarország szerint ugyanis a demográfia kiemelten fontos, a fenntarthatóság kulcsa, ezért a munkaerő problémákra is megoldást jelenthet, és ez lesz
az egyik prioritás, az egyik legfőbb téma majd a jövő nyáron kezdődő Magyar Uniós Elnökség során is. Ukrajna kapcsán elsősorban a lőszerszállításokról fognak majd tárgyalni, illetve arról meg fogják vizsgálni, hogy hogyan lehetne erre valamiféle forrást szerezni, hiszen jelen pillanatban az európai békekeret lényegében kimerült. Szó lesz még az elszámoltathatóságról, beleértve a Putyin elnök elleni nemzetközi elfogató parancsot is, és bár szankciók nincsenek most a napirendben, egyre több tagállam gyakorol már nyomást a többiekre, hogy kezdjenek el tárgyalni a 11-es szankciós csomagról. A migráció továbbra is a középpontban van, ebben várható-e előrelépés? Február elején volt egy rendkívüli uniós csúcstalálkozó, amelyet kizárólag a migráció miatt hívtak össze, mert hogy a helyzet ezt megkívánta, újabban ismét nagyon erős a migrációs nyomás az Európai Unió határain. Most arról lesz tulajdonképpen szó, hogy a vezetők áttekintik, hogy az elmúlt másfél hónapban mit sikerült megvalósítani az akkori tervekből. Februárban a legélesebb vita a körül alakult ki, hogy hogyan lehetne megvédeni a külső határokat, és egyre több tagállam sorakozott fel amellett, hogy immár az európai költségvetésből is erre pénzeket kellene elkülöníteni. Akkor annyiban maradtak, hogy a bizottság az áródokumentum szerint haladéktalanul szabadítson fel forrásokat és eszközöket, hogy a tagállamok meg tudják erősíteni határvédelmi képességeiket és infrastruktúráikat. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke várhatóan beszámol majd a vezetőknek egy kísérleti projektről, ami Bulgáriában indult a bolgár-török határon. Itt 600 millió eurót adtak az európai költségvetésből Bulgáriának a határvédelmére. A von der Leyen levél egyébként technikai felszerelést említ, kerítést nem, és meg fogja említeni azt is nyilván, hogy Észak-Afrika is több pénzt kap majd csak erre az évre, az eredeti 208 millió felett további 110 milliót arra, hogy valahogy meg tudja akadályozni, hogy migránsokkal a fedélzetükön hajók induljanak el az Európai Unió irányába. Kérdés, hogy mindez elég lesz-e a vezetőknek. Baracka Eszter Brüsszelből köszönjük szépen a tudósítást!